A tulajdonos önkormányzat álláspontját ismertette Gajda Róbert alpolgármester a szerda délutáni városházi sajtótájékoztatón. Mint ismert, a Gyulai Várfürdőnek 110 millió forintos fizetési kötelezettsége keletkezett egy 2009-es ügy miatt. Cséfán Lajos fürdőigazgatóságának hosszú az árnyéka. Több mint 4 évvel az ő igazgatósága után is olyan ügyekkel kell foglalkozni, ami hozzá kapcsolódik, hiszen a szóban forgó munkaszerződést ő kötötte, hozzáteszem, a nyilvánosság és a tulajdonosok értesítése nélkül. Gajda Róbert azt mondta, ebben a helyzetben nehéz nyugodtnak maradni, mert felháborítóan nagy összegről van szó. Hangsúlyozta, az ügyben felelősség teljesen kell eljárni. Ennek megfelelően a csütörtöki testületi ülésen egy olyan előterjesztést tárgyalnak, amely a fürdő további zavartalan működését biztosítja. Az alpolgármester kiemelte, ugyanolyan fontos cél az is, hogy az élményfürdő beruházása megfelelő ütemben a továbbiakban is folytatódjon. Gajda Róbert javaslatot tett a korábbi gazdasági vezető számára, mire fordítsa, amint fogalmazott, felháborítóan magas összeget. Szeretném felszólítani Cséfán Lajos szerződéses partnerét, hogy ezt a felháborítóan magas összeget a jó erkölcsbe nem ütközően fordítsa jótékony és hasznos célra olyan formában, hogy a Gyulai Várfürdőben vegyen 400 darab éves bérletet, amit utána adjon oda olyan gyerekeknek, akiknek egyébként nincs lehetőségük a fürdő szolgáltatásait igénybe venni. A csütörtöki testületi ülésen az ide vonatkozó előterjesztés szerint 60 millió forintot ad a 93%-os tulajdonrészsel bíró önkormányzat a fürdőnek. Ezt az összeget várhatóan több részletben utalják át. Kérdésünkre az alpolgármester elmondta, hogy a kötelezettség a korábbi kötvénykibocsátást terheli. A város helyzetét könnyíti, hogy az állam a város adósságának 70%-át vállalja át.